Az első csúcs találkozó nem békecsúcs volt, ezért a Kreml egyelőre nem érti, mit ért Volodymyr Zelenszkij második békecsúcs alatt. Közölte Dmitri Peszkov, orosz elnöki szóvívő, így kommentálva az ukrán elnök szavait, mi szerint az orosz képviselőknek részt kellene venniük a következő békét célzó ülésen. Az első békecsúcs egyáltalán nem volt békecsúcs, ezért talán először is meg kellene értenünk, mire gondol Zelenszki, mondta a Kreml szóvívője. Az Ukrajnáról szóló konferenciát június 15 és 16-án tartották Svájcban az ukrán kezdeményezésére. A fórum záró közleményét közel 20 ország nem írta alá. Oroszországot nem hívták meg, az ENSZ legtöbb tagországának küldöttsége pedig szintén hiányzott. Maria Zaharova az orosz külügyminisztérium szóvívője szerint a konferencia teljes fiaskó volt, és az ilyen összejövetelek nem szolgálhatnak a fenntartható béke alapjául. Az ukrán elnök hétfőn kijelentette, hogy Oroszországnak képviseltetnie kellene magát a novemberi második békecsúcson, miután a múlt hónapban az ukrán elnök által Svájcba összehívott első találkozóra Moszkva nem kapott meghívást.